Nyár a kert körül. Elmúltak lassacskán azok az esős idők, és a nap hirtelen forróság böntötte sugarait. Minden rovar és állat sütkérezik a napon, és élvezik az új időjárást. Mint ez a légy. A pók a hálójában sok-sok élelemmel bebugyolálva várja a következő áldozatát, hogy aztán azt is hálóba burkolva elraktározza, vagy megegye. A verandáról lekúszó növény levelei között a lemenő nap fényében gyönyörködhetünk. Ilyenkor leginkább csak elhagyott és kiszáradt csigaházakkal találkozhatunk, ellentétben a csapadékos, nyírkosabb idővel. Itt kettő is van egymás mellett, bár az utóbbi már elég réginek tűnik. A kiszáradt talajon gyakran láthatunk ide-oda cikázó apró hangyákat. Meglepő, milyen gyorsan szedik apró lábaikat ezek a kis teremtmények. A leveleket rágcsálva táplálkoznak többnyire. Itt is talán jól kivehetően esztezi ez a kis hangya. Van olyan hangya, aki elszakadt társaitól és feromonokat kibocsájtva jelzi hollétét barátainak. A hangyák társadalmi elrendeződése sok párhuzamot mutat az emberi társadalommal. Minden egyes apró pici dolgozónak és hangyának megvan a maga helye a bolyban. Némelyik hangyafaj rabló hadjáratokat szervez más, békésebb fajok ellen. Elfognak néhány hangyát, akiket szó szerint dolgoztatnak. Ezek a hangyák Magyarországon is előfordulnak, valamint a mérsékelt égövön másutt is megtalálhatóak. A hangyák minden szárazföldet benépesítettek, kivétel az Antarktiszt, Grönlandot, Izlandot és Hawaiit. Milyen érdekes, hogy ezek az apró kis mászkálók mindenütt ott vannak. Ezzel a kis rövid természetfilmmel szerettem volna megmutatni a természet barát oldalamat is, és kicsit gyakorolni a narrálást, hogy minél jobban menjen. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel csatornánkra további videókért, és hogy ezzel is támogasd a munkánkat. Köszönjük megtekintésed, szia!